Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most pedig következzék Magyarország válogatottja! Kedvesen Szőlősi Zácsi Szabba! Győrben, ahol hát nagyjából gyűlik a félház, azért folyamatosan érkeznek a szurkolók, tehát ház nem lesz, de nagyon sokan biztatják a magyar válogatottat. Azt a magyar válogatottat, amely a felemáson sikerült mondjuk így Európa-bajnokság után először játszik, tehát ahogy már hallották műsorunkban mérkőzés Kim Rasmussen vezetésével, és nem mondhatni, hogy ne lettek volna kisebb problémák itt az összetartás során. Ugye, hogyha most már azt veszük, hogy magyar szerepre készül, és mi a Fucsánszki Zitát kivesszük a magyar alapcsapatból, akkor is Kovacsics Anikóval, vagy éppen Horváth Zsórával sérülés miatt Kim Rasmussen ezen a mai találkozón nem tud számolni, de a maghatott újoncot Sirián Szederke személyében. Illetve éppen látható Páros Bognár farba lehet a nagy visszatérő a magyar csapatba. 8 évvel ezelőtt volt ő utoljára válogatott. A széleken nem változott az EB-hez képest a magyar csapat. Itt éppen Erdősi Ildikó, Erdősi Lukács, Bódi, valamint Sáncőr ugyanaz a négyes, aki volt az Európa-bajnokságon. De másik nagy visszatérő Tomori Zsuzsanna, aki mérkőzésen a magyar válogatott, ugye még a 2015-ös világbajnokságon játszott a 8-döntőben, utána szerzett egy olyan sérülést, ami megpecsételt, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az elmúlt másfél évét. Ennyit tehát röviden az előzményekről, aztán természetesen majd mindent kifejtünk részletesebben. A bírópáros egy szlovák kettős, Mario Rudinsky, valamint Boris Mandák, itt láthatók a képen. És hát hamarosan jön a két ország himnusza, ezen a túlesünk, és aztán jöhet az első mérkőzés a női válogatottnak idén. Először tehát a horvát himnusz.
A bevezetőben említett világbajnoki felkészülés, inkább világbajnoki selejtezőre készülés, illetve a csapatépítés, az igaz mind a magyar, mind pedig a horvát válogatottra, mind a két csapat ugyanis júniusi világbajnoki selejtezőre készül. Horvátország együttese Szlovénia ellen készül, és Goran Mrdan keretében ott van 18 játékos. Érdekes egyébként, hogy a horvátok 18 főt, a magyarok pedig 16 játékos neveztek be erre a találkozóra. Szóval ebben a horvát csapatban mindössze 11 olyan ember van, aki ott volt a decemberi Európa-bajnokságon. Íme itt van a szövetségkapitány, tehát Goran Mrdan. És azért ez a horvát csapat azért már nem ugyanaz, amely volt pár éve, amelyben például ott volt Tatari Gace, valamint horvát, vagy éppen Elesz Franic. Itt van a magyar csapat, ugye a neveken már nagyjából végigmentünk. Érdekes, hogy a keretbe beívott három kapus közül Bíró Blanka, valamint Kis Éva van itt a mai mérkőzésen. Azért mondom a mai mérkőzést, mert hogy szombaton is játszik majd egymás ellen a két együttes, csak akkor éppen nézők nélkül zárt kapuk mögött. Az Európa-bajnokságon a montenegróiak ellen ragyogóan védő Januri Kinga az, aki kimaradt most a magyar csapatból, illetve Termály Rita, Szalai Babent, illetve Puhalák Szidória nézi a magyar keretből most a lelátóról ezt a találkozót. A horvát csapatban egyébként van 5 olyan játékos, aki Magyarországon játszik. Stoják az érdi kapus, Micijevic, Ježic, Vukojevic, valamint a váciaktól Basic, és illetve itt pedig a kimaradó játékosok, Szalai Babet, Januri Kinga, Termály Rita, valamint Puhalák Szidónia balról jobbra, előttük pedig Krisztiánzen másodedző volt, éppen pedig Kovacsics Mónika, korábbi magyar válogatott alapember. Szóval játékosok a pályán, játékosok a lelátón, de mi figyeljünk inkább azokra, akik a pályán vannak. Hornyák Ágnest is láthattuk, nem idegen neki a győri közeg, de hát ő is budaörsön játszik, ahogy Pálos Bognár Barbara. Pirosban a magyar válogatott, kékben megszokott szerelésében a horvát, és na milyen kezdik a találkozót, irányítóban Görbic Anitával, Szőlősi Dácsik Szandra, valamint Tomori az átlövő sor. Így kezdünk tehát Tomori, Szőlősi Zácsiktól tovább Basic taszítja meg Tomorit le a szélre. Görbic, és az első lövés végén egy kapufa, a lepattanót, kipattanót Tomori gyűjti össze, a szélről pedig Sacöl beledobja Besen kapusba a labdát. A horvátok három kapussal ezen a találkozón, Stoják mellett két svédországi EB-t megjárt Hálőr, Besen mellett még Razum. Kamilla Micijevic, ő a Dunaújváros átlövője, Marić, Basic védekezésben, Kisfaludi, valamint Szekeres a magyar csapatban. Náluk azért számítani kell támadás védekezés közti cserére, ahogy láthattuk azt az Európa-bajnokságon, illetve hát itt a bevezetőben elmondta Kim Rasmussen azt, hogy kreatív támadójátékot vár a magyar csapat. És nem ilyet az első gól a találkozón, Micijevic nevéhez fűződik. Mert hát azért az Európa-bajnokságon az látszott, hogy finoman fogalmazva sem a magyar válogatott dobta a legtöbb gólt, de ez ugye adódott abból, hogy szinte egy teljes kezdőcsapatnyi játékos hiányzott. Közben egy újabb védés a horvát kapustól, ezúttal a másik szélről. De amit még Kim Rasmussen nagyon sokszor szokott mondani, az a bizonyos angol kifejezés, a no excuses, azaz nincs mentség, nincs kifogás, többet használja, mint a köszönést. Szóval őt nem érdeklik azok, hogy kik nincsenek, kik vannak, azokból hozza ki a legtöbbet, vagy próbálja, akik a rendelkezésére állnak. Passzív a magyar játék, Görbicnek el kell dobni a labdát, ezt meg is teszi, de Micijevic hátát talált el. Tomori megint összegyűjtött egy labdát, amivel Szucsánszki helyén, Szucsánszki az hasonló módon Szőlősi Zácsik Szandra szerzi meg a magyar válogatott első gólját. Pillanatra kivártam, hogy mi történt vele. Fájdalom rá volt írva az arcára, ráesett az oldalára, nem magától. Sárga lapot is kapott érte a horvát játékos. 1-1.
Marić. Jezsics, és ott a második horvát gól. Jezsics az év elején érkezett a Siófok együtteséhez. Ugye annak a körforgásnak köszönhetően, hogy Lökére nem számíthat a Győr, Győrbe igazolt Siófokra El Gaoui, Siófoknak pedig kellett egy legalább hasonló szintű beálló, hát Jezsics személyében ezt megkapták, és most mi is megismerkedtettünk vele válogatott szinten, hogy milyen teljesítményre, milyen lövésre képes Szőlősi Zácsik. Tomori is elesik ott a védőben, Jezsicsben. Lyukra futott Jezsics, aztán a combjával állította meg Tomorit. Tomori két ember között Micsijevicsel szemben. 2 perces kiállítást kap Kamilla Micsijevics, a magyar válogatott pedig egy büntetőhöz jut. Görbic Anita a 7 méterese után pedig majd ember előnyben, tehát a miénk, de addig is nézzük a büntetőt. Görbic. Bent van, 2-2. Ferencváros elleni bajnoki szuperrangadót kezdte egy kihagyott 7 méteressel Görbic Anita, de most ezen a találkozón az a bizonyos zseniális jobbkéz nem remegett meg. Jezsics ezúttal a jobb szélem, majd onnan fog befutni a helyére. Ugye ember hátrányban a horvátok, ezt ne feledjük. Basics ellövi, és ez is bent van. Korábbi csapattársának, Biro Blankának köszönt be Basics. Továbbra is horvát vezetés. Az 5. perc felénél. És ez kicsit azért fáj, ugye, mert ember előnyben játszik a magyar csapat. Legalábbis az utolsó gól emiatt fájóbb. Görbic, Sacl, Görbic. Tomorihoz két ember között az ajtó ablak helyzet. Tomori Zsuzsanna. Fontos, hogy ő is játékba lendüljön, illetve megismerje jobban Kim Rasmussen taktikáját. Ez a hét erről is szólt, hogy azok, akik korábban sérülés miatt hiányoztak, azok jobban bekapcsolódjanak a munkába. Bár az Európa-bajnokság után azért a dán szakember erre komolyabban is időt fordít, hiszen januárban és februárban is mini edzőtábor tartotta már a válogatott kerettagoknak. Jezsics már is nagy csinálta a helyet. Basics, de már belefújnak ott középen. A szabálytalanság Jezsicssel szemben. Basics nagyon hatékonyan és nagyon messze védekezett a magyar csapat a saját hatosától. És nagyon hatékonyan Szőlősi Zácsik. Lehet fordítani, Sacl. Ott is van. Sacl Nadin nagyon-nagyon jó formában van, talán nem túlzás azt állítani, hogy élete egyik legjobb formájában. Azon a bizonyos Fradi Győr mérkőzésen egymaga dobott 10 gólt, és azóta is tartja a Bajnokok Ligájában is ezt a jó formát. Ez ma az első találata volt. 4-3 tehát. Akkor, amikor támadhatnak a horvátok, most már 6-6 ellen. Kiegészültek tehát a kékmezesek. Micsijevics egyedül oldaná meg, de belefújnak. Köszönjük, mert a labda bement, mert Sipszó után azért nem figyelt mindenki ugyanúgy. Hát pedig kellett volna, mert Micsijevics eldobta ugyanonnan. Második gólja. Négy-négy. Tomori, Görbic váratlan próbált húzni, de ott lábat ért a labda. Marad nálunk a labda. Köszönjük.
közben hallhatják talán önök is, hogy Kim Rasmussen Szekeres Klárának magyarázott, hogy hogyan váltson a középen védekezésben, de az egy nagyon jó labdaszerzése visszafutó Bódi Bernadett. Görbic egyelőre ő vezeti a magyar támadásokat. Több paszt kért Kim Rasmussen. Szőlősi Zácsik tette volna a beállóba Kisfaludinak, azonban a magyar beállót már meglökték. Kisfaludi Anett volt a legtöbbet pályán lévő játékos az Európa-bajnokságon, a maga 790 percével. Ez volt az első felnőtt világversenye. Szőlősi Zácsik, Görbic. Zácsik megcsinálta egyedül a helyzetet, aminek a vége megint egy büntető. Görbic második büntetője következik. Ezúttal a másik oldalt vette célba, és ez most már a kapufán csattant. 4-4 továbbra is. Besen számított rá, legalábbis a maga módján. Micijevic ezúttal középen, Maric, lent a jobb szélen a horvátoknál Zsadravec. A bal oldalon pedig Nemaskalo. Vasic. Szekeres szépen kilépve a falból. Azokon az edzéseken, amelyekbe belepillanthattunk a héten kollégáimmal ott, azért Szekeres, mint ahogy az Európa-bajnokságon is, meg úgy egyáltalán azért a védekezés kulcsszereplője, de gyakoroltatta azt is Kim Rasmussen, milyen, amikor ő 2 percre kiáll a védekezésből, illetve nagyon sokat kérte a védekezésben azt, hogy kilépjenek a falban a magyar játékosok. Ez most sikerült, és abból ott az ellentámadás, aminek a végén az 5. gól Bódi Bernadett. Megveri 1-1-ben Nemaskalót, és onnan már könnyű dolga volt, hát mondjuk utólag. Kiszorított helyzet volt, szépen oldotta meg Ježić, Maric, Zsadravec fut keresztbe, Basic ellövi, ezúttal a hosszúra, és ezúttal is jó. Szonya Basic második találata ez. Egyelőre az átlövésekkel, legalábbis azok fogadásával hadilában állunk. 9-ről lövi Basic, szép gól volt. És akkor újoncot avat rögtön 11. percben Kim Rasmussen, ott bent beállóban jelentkezik Sirján Szederke, a Debrecen beállója. Szőlősi Zácsik Szandra pedig gondolt egyet és ellőtt, tehát hogyha megy a horvátoknak átlövésből, miért ne menne nekünk is. Most Tomori maradt bent védekezni, illetve Görbic is ott kicsit kint a falból, úgymond zavarni. Bódi üldözi a szélsőt, Nemaskalót, de most egy picit felborult a horvátoknak a hadrendje is. Eddig jól védekezünk hatásosan, próbáljuk kiszorítani az ellenfelet, és Szőlősi Zácsik Szandra habkönnyen szedte össze azt a labdát, Sacöl, gyönyörű befejezés. 7-5. Először 2 gól a 2 csapat között Magyarország javára. Ha valamiben még javulni szeretne a magyar válogatott, ezt is Kim Rasmussen mondta, az a sebesség, illetve a védekezésből támadásba átmenet fokozata. Ez a támadás tulajdonképpen ennek lehet egy mintája. Micijevic került a földre. Itt van a Dunai Város átlövője, itt pedig már az újabb horvát gól. Maric. Ugye felsoroltam már azt az 5 játékost a horvátok közül, akik Magyarországon játszanak. Maric van, mint Blažević Lengyelországban, a többiek pedig
a horvát pontvadászatban. Kiséve a képen neki szólt a taps, a hazai taps, a győri taps, Szőlősi Zárcsik, Tomori, Görbic le a szélre, Sacöl, most befelé húz, nem volt helye, nem volt terebe menni, Sirjánhoz a labda, elment mellette, indulnak a horvátok, és egyenlítenek a horvátok. Ekaterina Nemaskalo. Jó meglátás volt Besentől, a befejezés pedig a maga nevében hibátlan. Egy hibája van, hogy a magyar válogatott kapta. Görbic, Sacl, épp hogy összeszedtem, aztán Zsadravec állította őt meg. Görbic kapu felé tört, nem passzolt, csak később egy ütemmel, és aztán a végén Tomori fejezi be az akciót. Ismét vezet a magyar válogatott. Szőlősi Dácsik újabb könnyű labdaszerzés. És Görbic beledobja Besenbe a tiszta zicsert. Három magyar játékos ment a kapura. Tulajdonképpen egyértelmű volt, hogy Görbic fejezi be. Az nem, hogy így. Görbic marad védekezésben, külön kimegy Micsijevicsre. Krisztik most irányítóban bent a kékmezeseknél, ő kapja a labdát. Marics belevitte a saját emberébe, de még túlélik ezt a támadást a horvátok, de lassan passzívvá válik ez így. Ez így a legjobb, Görbic, Szőlősi Zárcsik és Szekeres. Nyilván nem volt idő cserélni támadásban, de ha így fejezi be, nincs is rá szükség. 9-7, újra visszaáll a két gólos különbség. Micsijevics. Marics megpróbálta a két védő között. Krivinyi valamit Sacöl között. Ott most nem volt út. Marics próbálkozhat újra. Jezsics háta mögé kapta a labdát. Ezért most nagy kár. Egy ütemmel hamarabb vette észre, hogy hova is pattant a labda, mint Krivinyi. 9-8. Csere a szélen a magyar csapatban. Erdősi érkezik Sacöl helyére. Bőven forgatja tehát a csapatát Kim Rasmussen. Ez egy újabb jó védés Besentől. Egyelőre többet találkozott a labdával, mint a magyar kapusok. Krisznik. Marics megy föl. Na, kellett mondanom, kiséva. Első védése Erdősi, neki pedig az első gólja. 10-8. Egy újabb gyors indítás. Tisztán olvasta Marics lövését. Kis Éva, mert itt van. A legutóbbi Bajnokok Ligája fordulóban az ő egyik védését választották a legszebbnek. A top 5-be belefért még Bíró Blanka is a Buducnost elleni produkciójával. Micsijevics. A nézőtéren egyébként a Dunaújvárosi Kohász utánpótlás együttese helyet foglal. Ők lehet, hogy tapsolnak még ennek a gólnak, mi már azért annyira nem. Sőt, de nézzük a magyar támadást. Egy újabb büntetés, és egy újabb büntető, ezúttal is Görbic fogja elvégezni. Sirián harcolta ki ezt a 7 méterest. Kap is egy dicséretet Kim Rasmussentől. Görbic harmadik büntetője, ebből a második gól. 11-9. Svédországi Európa-bajnokságon, ha úgy tetszik, Kim Rasmussen csapatában Görbic Anita volt az egyetlen
irányító, ugye akkor Szucsánszki orrtörés, Kovacsics Anikó pedig korábbi sérülés kiújulása miatt nem volt ott. Több átlövő mentesítette Görbic Anitát, amikor tudta. Most azért ott van a keretben Pálos Bognár Barbara. Kérdés, hogy ő mikor fog beállni. Hát egészen pontosan most. Pálos Bognár Barbara tehát 8 év szünet után ismét a pályán a magyar válogatottban. 2009-ben Imre Milmos szövetségi kapitánykodása idején volt, 4-szer válogatott, 2 felkészülési meccsen, illetve 2 VB-selejtezőn, azóta nem, egészen mostanáig. Klivinyi, Pálos Bognár. Klivinyi megy föl, Besen 2 kézzel kiüti, Erdősihez pattan. A labda, Erdősi pedig a földre. Nyilván mi jöhetünk, Klivinyi. Kezdőcsapatunkból egyedül Tomori még pályán, nála a labda, egy pattintás, nem tudta ott bevinni, nem volt hely Debelics mellett. Klivinyi, Pálos Bognár, Tomori, fönt a játékvezetők kezé, a magyar válogatottnak lassan el kell dobnia majd a labdát, de azért belefél még 1-2 passz, szerintem már nem. Pálos Bognár Barbara! 12-9, először vezet 3-mal a magyar válogatott. Van egy pár sztori a magyar válogatott keretben, az egyik tehát a 8 év után visszatérő Pálos Bognár Barbaráé, de nézzük a horvátok támadását. Micijevic bejátszása nem volt jó Jezsicsnek, aztán ott egy kis birkózás. Szabadfogásban jöhet a magyar válogatott. Ez meghozza azért a közönség hangját. A szemközti lelátó tulajdonképpen majdnem teljesen megtelt. Kellemes kézilabda délután. Klivinyi, Pálos Bognár, Kovács Anna. És a bejátszás Siriánnak. És az újonc megszerzi az első gólját a magyar nemzeti csapatban, Sirján Szederke. Az elmúlt években nagyon komoly sérüléssel bajlódott, Debrecenben tért vissza, és hát a szezon mostani részében kaphat több szerepet. Ugye a debreceni csapatban is volt váltás beálló poszton, és azt néztem, hogy dobás közben fejbe rúgta a védőjét, ezért ez is egy külön művészet volt. Hoppá, az úgy szabálytalan már. Már így hagyta el a labdát. Ebből lehet ajándékgólt szerezni. Hát nem ajándék módon. Szőlősi Zácsi. Harmadik gólja. Második gyönyörű átlövés. És ez pont elég volt ahhoz, hogy Goran Mrdan időt kérjen. Hallgassunk ebbe bele. Smo bili agresivni, jednu jedinu. I to iz te obrane Katja zabila gol iz kontre. Ovdje zabijaju golove sa 7 metara. Pivot ne dobije loptu gdje hoće. Dora, kad dolazi napade desno, napade široko, ne ide za njom ovdje široko. Šta onda ostaviš ove 2-2 u sredini da se bore? Mi ti imamo dubinu, mi ti imamo pokretljivost, nemamo ništa. Lea, ideš mjesto Zagi i Paula mjesto Kati. Alo, a tamo ovi, će, ovi 5 razlike je i 6 tehničkih grešaka. I svaka je gol iz kontre. Morate se vraćati, krilo, ajde. Ej, gore, krilo, utrčavajte bez lopte. Pass, pass outside. Zero. That means we can still move in, so we can move up a little bit more and then slide sideways if they start moving sideways, okay? In the offense now, we begin with crosses, double crosses, so we get Kinga and Anna. We really go to the side, get them to the side where we get, okay? Fast break, pass, pass, pass. Good, okay, in the end. Go.
Kim Rasmussen több keresztmozgást kért támadásban a magyar csapattól, illetve azt, hogyha vannak gyors lefordulási lehetőségek, akkor inkább járassa a magyar csapat a labdát, többet passzoljon, mint sem egyedül oldja meg. A horvát tudásom csapnivaló, de az biztos, hogy agresszívabb játékot vár Goran Mörden a sajátjaitól. Agresszívabb védekezést leginkább. Krisnik került a földre, nem magától. Kovács Anna gyűrte le, meg aztán folytatja is Kovács, Jezsics, és aztán még inkább kis Éva, Pálos Bognár ezt a labdát most elhagyja. Basic, hát ezt nekik ajándékoztuk most. Apró figyelmetlenség, de talán belefér még legalábbis ezen a mai mérkőzésen, ami abszolút a felkészülésről szól, igen. 14-10 ezzel, pedig kis Éva gyönyörű bravúrt mutatott be. És akkor amit kért Kim Rasmussen, Klivinyi, valamint Kovács keresztmozgásai, hogy aztán Pálos Bognár ellője. 15-10. Ez még Kim Rasmussennek is tetszett. Ugye a nincs kifogás jelszó az egyfelől a negatívumokra is vonatkozik, de hogyha valakit meg kell dicsérni, abban sem rest a dán szakember. Hát ezt most csak dicsérni lehet. Basic nagyot jajgat, de minek? Le a szélre a horvátoktól, ott mellé dobta Vukojevic, Pálos Bognár, Szőlősi Zácsi, Kovács. Vissza az eredeti helyre, Szőlősi Zácsi helyére érkezik most támadásban ismét Klivinyi. 24. perc a találkozó, 5 gólos magyar előny. Ütemes tapsa lelátón. Elmehetünk 6-tal is. Kovács kilépett rá a védőfalból, Micsijevic. Goran Mörden üvölt a kis padoknál. Sirián, Kovács, Klivinyi, tovább Pálos Bognárnak, kapott egyet az arcára, de ettől függetlenül marad a horvátoknál a támadás joga. Krisnik ér fel, nem tudta első ütemre passzolni. Basic állítja meg a rohanást, már mennyire ez rohanás volt. Maric érkezik jobb átlövőbe. Ő egyébként nem olyan magas. Mondjuk vele szemben a fal sem jelenleg. Krisnik, Jezsic, Maric, Basic. Hát, ha ott három védő között át tudta volna venni Jezsic a labdát, akkor az nem lett volna egy jó pont. Ez egy fokkal jobb jelenleg, de aztán a következő 2 percre meg nem. Szekeres Klára áll ki. Először ember hátrányban a magyar válogatott. Ugye egy kiállítás már volt horvát oldalon, abból annyira jól nem jöttünk, hiszen a horvátok, ahogy hátrányba kerültek, egyből dobtak egy gólt, nem itt tudnak ember előnyben. Micsijevic. Hát ő ezt konstans. A KNTH ligában 12 mérkőzésen 44 gólja van a horvátok legmagasabbjának. Volt olyan mérkőzése a magyar bajnokságban, hogy a Békés Csaba ellen 11 gólt is szerzett, miközben a magyar válogatott lehozta a kapusát így támadásban 6-6 ellen. Kovács Anna első gólja a mai találkozón. Nem azt mondom, hogy ez volt a legszebb a ma este folyamán, de hasznos és ügyes. A védőjét nagyon megverte. Ember hátrányban, ha úgy tetszik. A magyar válogatott is eredményes, 16-11. Maric le a szélre, ott Vukojevic nem ment be. Micsijevic
Jól ért bele Szőlősi Zár, csak ez már nem az első jó, hát blokknak nem mondanám feltétlenül, de jól piszkál bele, jól zavar Sirián megint bent, a magyar kapuban pedig nincs ott kis Éva. Következő 20 másodpercre egészen biztosan Görbic. Bent egy birkózás Siriántól. Két percre kiküldik, ha jól látom, Micsijevicset. Miközben Kim Rasmussen azt javasolta, hogy passzoljanak vissza Görbicnek. Hát azt az elemet, azt majd később nézzük. Közben azt látom, hogy Kliminy is lejön. Pontosabban Sirián, bocsánat. És ott van újra Kovácsak a gólya. Ember hátrányból. Ez van, nagyon megy neki. Most azért egy magyar játékos már visszamehet, így is van. 5 az 5 ellen a játék, tehát a páros kiállítás után. Maric most középen a horvátoknál. Szőlősi Zárcsik ebbe is majdnem bele tudott térni. Basics ellövi, kis Éva számított rá, nagyon szépen Lukács szedte össze a kapusra a kipattanót. Kovács, Lukács, és egy nagyon gyors, nagyon szép támadás befejezés ismét. Hát kezdünk meglépni az első fél idő végére. 18-11 Lukács Viktória első góljával. Basics komótosan menne a bejátszás oda beállóba Debelicsnek, abból horvát kontra nincs. Van viszont magyar, Erdősi. Ezt a gólt már Marina Razumnak könyveljük el a horvát kapusok közül. Ugye, hogyha ott elüti Razum Erdősit, akkor piros lappal ki is állíthatják. Ezt nem merte megkockáztatni. Így lett ebből 19-11. Lepörög a páros kiállítás, Szekeres érkezik vissza. Horvátok lassabban eszmélnek. Micsijevics csak most cammog vissza. Az utolsó két percen belül 8 gólos a magyar for. Kojevics-től tovább. Ez egy meglepő passz volt, még Csijevics csapattársának is. Kovács nevet az ítéleten. Krisznik. Basics ezúttal jobb átlövőben. Micsijevics. Szekeres kap tapsot. Első körben Kim Rasmussen-től. Jó hosszú ideje támadnak most már a horvátok. Fönt is a játékvezetők keze. A magyar válogatott Tomori indításával Kovács egyedül viszi be. Nem kell ez ember hátrány. Megverő bárhogy a védőjét. Kovácson a harmadik gólja. Az Európa-bajnokságon ő volt a magyar csapat legeredményesebbje maga 29 találatával. Élvezi Kim Rasmussen bizalmát. Lassan az utolsó fél percen belül. 20-11. Micsijevics kapufa. Visszapattan Micsijevicshez. Ez megint Szőlősi Zárcsiké. Nagyon szép és nagyon hasznos védőmunkát végez Szőlősi Zárcsik Szandra. Jó lett volna az indítás, de már korábban időt kért Kim Rasmussen. Az utolsó támadás, ez valóban hatékony legyen, ne legyen elkapkodva. Hallgassunk bele ebbe. 20 seconds, I have one thing, make sure they don't get the goal, so that means kill the clock, you tell what you're gonna do here, okay? Grabber in the middle, we have Shushi and we have Anna, okay? Steady in the line. Yep.
nekem, nem, nekem. Katárom, magyarok! Nem szabad gólt kapni, erre írta fel a figyelmet Kim Rasmussen, ezt az egy dolgot biztosan kéri. Nézzék az órát, játsszák ki. Görbic középen, Tomori, valamint Kovács Anna még az átlövő sorban, illetve Sirián Szederke bent beállóban. Görbic most kiosztotta a feladatokat magyarul is, és akkor Goran Mörben szavai után nézzük meg, hogy mire megy a magyar válogatott a maradék 21 másodpercben. Lehet 10 közte. Görbic, Tomori, Görbic. 15 másodperc. Tomori, Görbic. Erdősinek tette volna fel a labdát, ez nem jó, lefülelik a horvátok, de hát nem éppen pörög az a támadás. Dadogtam én is, meg dadogott a horvát támadás is. Bár kezdetben azért ültek a horvátok lövése, illetve a figurák támadásban, azért a magyar válogatott sebességben, védekezésben, meg úgy egyáltalán jobb jelenleg 9 góllal. Egy fél időt követően, tehát Magyarország, Horvátország 20-11. De hamarosan, sőt azonnal jelentkezünk egy interjúval. Barta Zoltán mögött mellett már, ha jól látom, Termány Rita. Jól látod, köszönöm szépen. Ő tehát az egyike azon 4 játékosnak, aki ma az első mérkőzésen nem kap szerepet, de hogyha Termény Ritáról beszélünk, akkor azért egy valamiféle hullámvasút megfigyelhető az ő pályafutásában, hiszen vannak kifejezetten jó periódusai, valamikor nem úgy sikerülnek a dolgok, de hát azért az elmúlt hónapok azt gondolom bizonyítják azt, hogy itt vagy most, illetve azt, hogy itt vagy, ez bizonyítják, hogy hogyan sikerültek az elmúlt hónapok. Te milyen formában érzed magad összességében? Sziasztok, üdvözlöm a nézőket, nagyon jó formában érzem magam, és nagyon megtiszteltető, hogy itt lehetek. Azért említettem ezt a hullámvasutat, hogyha a rossz periódusokról gondolok, vagy beszélek, akkor elsősorban a dunaújvárosi részre gondolok, és azok után, hogy visszamentél az MTK-ba, azt követően sikerült eljutnod ide a válogatottba, ez kulcs volt a pályafutásod szempontjából, megint az MTK-nál Vlagyimir Golovin kezdeillat dolgozol? Így van. Újvárosban nem kaptam szerepet, mások játszottak helyettem, így úgy döntöttem, hogy eljövök, és jól döntés lett, és mivel elkezdtem ugye játszani, és bemutathatom azt, amit tudok, így szerintem oda teszem magam általában, és minden összejön. És valószínűleg oda teheted majd magad holnap is a második horvátok elleni meccsen, de hát még az elsőnek az első fél idején vagyunktól, hogyan tetszik eddig a mérkőzés? Jó, tetszik a mérkőzés, hát a védekezés ugye az elején azért döcögősen ment, a végére már belejöttek a lányok. A támadásban meg szerintem ugye azért látszik, hogy a sérültek visszatértek, így 19-10 lett az állás, vagy 11, most nem tudom pontosan, de látszik, hogy visszatértek. Köszönöm szépen, Rita, hogy beszélgettél velünk, és további sok sikert kívánok. Kedves nézők, hamarosan jövünk vissza a második félidővel. Egy fél időt követően, tehát 9 gólos előnyben a magyar válogatott, 20-11 az állás, itt pedig még az utolsó taktikai megbeszélés Kim Rasmussen, valamint Görbic Anita között. Ugye a fiatalítás az egyfelől kötelező, hiszen az idő azért halad. Kim Rasmussen azért egy-egy poszton is ilyen számára, ilyen bizalmi poszt az irányító pozíciója, ott azért a rutinosabb játékosokra szavaz. De Görbic, valamint Pálos Bognár beválogatása is ennek a bizonyítékon. Hallgassuk meg az utolsó utasításokat. Hey,
but from the first offense also, it's about tempo, on a Jenga. From the first minute, we work back, we pass back, and we still the feeling with the tempo. Okay, good. 30 minutes, let's finish it. Come on, come on. Azt látni a kapitányon, hogy jobban élvezi most ezt a meccselést, mint úgy az Európa-bajnokságot, nyilván ennek megvan az oka. De az, amivel idejött az ősszel, egyszer volt szerencsém vele hosszabban beszélgetni, akkor pont ezt a tempó kézilabdát, azt a fajta felfogást, amivel tulajdonképpen a tavalyi szezonban a Csesszeme is megnyerte a Bajnokok Ligáját, hogy nyomás alá helyezni az ellenfelet az első pillanattól fogva. Ez ugye a magyar csapatnak részint új, de az ő felfogásában nem, és ennek az átültetése zajlik most, és ennek lehetünk mi szemtanúi. Itt van a két kapus, kis Éva, valamint Marina Razum. Ugye a találkozó elején Besen volt a vendégeknél, aki párszor azért túljárt a magyar játékosok eszén, de elállt a világrendje. 20-11, tehát amikor útjára indul a labda, ezt a játékrészt a horvátok kezdték, akik a decemberi Európa-bajnokságon az utolsó helyen végeztek, 16. helyen, úgyhogy kikaptak az oroszoktól, 18 góllal a norvégoktól és a románoktól is. És ez a valaha volt legrosszabb teljesítményük, és a mostani csapatban nincsen ott az a játékos, aki akkor a legeredményesebb volt közöttük. Kis Éva bravúrja Jezsicssel szemben, csak jelenleg a Bajnokok Ligája góllövő listáján második, bizonyos Andrá Penezics. Így kell nézni ezt a mostani fiatalodó horvát csapatot is. Na, ennyit róluk, nézzük a mi támadásunkat. Szekeres a földön, Krisnik tehet róla. Szekeres Klára már is cserél. És beállóban Sirián Szederke is. Jó sok lehetőséget kap, jelentkezik is a labdáért, egyelőre természetesen nem ő kapja. Görbic. Livinyével a váltás, Kovács. Görbicnek készítik elő, zárnak. Ragyogó labda Bódinak, aki a kapufára ejti. Remek meglátás volt Görbictől a passz, ami lement a szélre. Micijevic. Basics. Krisnik forgolódik, ha jól látom. Kivételesen jól látom. Klivinyi Kinga a képem. Európa-bajnokságon ő is fokozatosan lendült játékba. Volt olyan összetartás a januári, amit az érdiek hagytak ki, akkor EF kupa menetelés miatt volt olyan összetartás, amiben a győriek voltak ott kevesebben, vagy a ferencvárosiak csak ideig, óráig. De senki sem esett ki a munkából a pályán lévők között. Micijevic. Szekeres lépett ki rá. Basics 10 méterről. Ez bizony bent van. A második fél időben is az első gól a horvátoké. Szonya Basics. Vác játékosa. Legalábbis a szezon végéig, mert utána Nantba költözik. Egy gyors passz, hát erre a szélre Görbichez. Görbic nagyon szépen Bódinak, ő a túloldalt választotta, nem a kaput. Zsadravec dühönk, hogy kiejtette a labdát. Itt van Bódi Bernadett. Lehet, hogy egy picit ezt most túl kombináltuk. Görbic, Kovács. Kapá, az magas volt Klivinyinek. Egyből elnézést is kért Kovács, aztán mondja, hogy hova fussanak vissza a többiek. Tomori védekezésben, valamint Szekeres. Micijevicnél a labdát. A szünetben interjúban azért Termány Rita elmondta azt, hogy Dunaújvárosban nem kapott annyi lehetőséget, mert játszott helyette más. Hát Micijevic például, miatta is igazolt az MTK-ba. Az átkapus mérkőzésen majd összecsaphatnak. Zsadravec futott be a magyar falba a szélről, meg is kapta érte a magáét. Basics gondolkozott, hogy hova tegye, ott hagyja a labdát, nagyon jól ért ebbe most bele Kis Éva, ebbe is. Tomori aztán gyorsan, Szekeres sprintel előre. Marad is fönt Szekeres Klára. Görbic Anita érkezik,
és aztán szekeres Klára, és hezitálás után úgy dönt, hogy helyet cserél Sirian Szederkével. Kovács. Klivinyi két ember között próbálta, csak az volt a baj, hogy két ember között nem volt hely. Jezsicset bedöntötte, Kovács Anna pedig oda sétál a büntetőhöz. Hármat dobhattunk eddig, Görbic ebből kettőt értékesített. És a második félidőben is büntetőből az első magyar gól, Kovács Anna. A női Kántháliga góllövő listáján a harmadik. Érdekes, hogy az első helyezett Triscsuk Krisztina nincsen most a magyar válogatott keretben. Nem sérülés miatt most Kim Rasmussen vele nem számolt. Micsijevic Bejezsicsnek visszapattan az átlövő Zájda Kárezért. Kamila Micsijevic. Meghozza ez a horvát gól a magyar közönség hangját, a győri közönségét. Klivinyi, nem Kovács kapta, hanem Görbic, az de jó passz! És akkor ennek is büntetőnek kell lennie, így is van. Még Sirian kapura tudta tenni, de hát ott egyértelműen belül védekezve gyűrték, gyömöszölték őt. Görbic Anita Rázsummal szemben. Marina Razum nyeri ezt a párharcot. Görbic 4-7 méteresből kettőt kihagyott. Razum és Besen, a két horvát kapus, nem pedig Zderic, valamint Grubisic, akik voltak korábban a meghatározói a horvát válogatottnak. Micsijevic pedig bizonyítja, hogy tud lőni ő akár 11 méterről is. A hatodik találata 8 lövésből, meglehetősen jó százalék. Görbic. Az most talán az ő kezéből is egy kicsit kicsúszott. Úgy került tovább Sirian felé. Értetően nem tudta összeszedni. Maric, Krisznik, Basic, Zsadravec, valamint Ekaterina Namaskaló, így a külső sora a horvátoknak. Krisznik egy lövés, amit újra véd. Kiséva, Klivinyi, Görbic robokhat, le a szélre, Sacő, és ott van az újabb magyar gól, 22-14. Az egész kis Éva védésével indult. Három passzból ott vagyunk az ellenfél kapuja előtt, és a végén egy gól, mint a munka. Már zavart volna a falból kilépve Szekeres, nem messze egyelőre a horvátok a magyar faltól. Tomori dölt be ott középen. Jezsics döntötte fel. Basic vállára, arcára kapott egyet. Tomori két percre kiáll a játékból. Azt mondja Basic. Tomori december végén tért vissza végleg. Ugye a 2015-ös VB-n elszenvedett súlyos sérülésében, amire aztán még szeptemberben egy picit talán mondhatjuk, hogy rá is sérült, vagy tovább ment a baj. Azóta 2-3-4 gólokat dob mérkőzésenként. Sacső remek labdaszerzése, ez egy szemfüles gól lehet, és az is. Ember hátrányban. Nagyon jó, nagyon szemfüles védekezés után. Sacső Nadin tapsolt egyet, de igazából magát tapsolhatja meg.
Nagyon jó helyzetfelismerés volt. Krisznik tovább, Maszkaló, Basics. Az is egy jó érintés lett volna. Bosszankodik Sacöl, pedig most nincs miért. Az egy szép passz Jezsicsnek, és akkor a 7 méteres, amit kiharcol. Erőszakos, jó védekezés. De büntetővel jöhetnek a horvátok. Zsadravet. Kivédik is. Nincsen tehát újabb horvát gól. Már itt volt, aki rádobta, bocsánat, nem Zsadravec. De ez a lényege nem változtat. Így van, a hangos bemondó is mondja, meg én is, bravo. Görbic. Hát ott lehet, hogy bemehetett volna, pont szétnyílt előtte a fal, a két védő. Nem Maszkaló lökte meg Bódit. Görbic egyedül. A kettes védő mellett el tudott menni, de csak aztán mellé lőtt. Basics. Ő pedig Kliminyit löki meg. Hát. Véleményes. Nyugodt szívvel lehetett volna fújni kifelé is. Jön a következő horvát büntető, ami ezúttal bent van. Ekaterina Maszkaló. Az Európa-bajnokságon. Ja, nem számítjuk most a keretben nem lévő Penezicset a horvátoknál, akkor nem Maszkaló volt a legtöbbet a pályán. És ő is dobta a legtöbbet. 20 gólt. Most csak 2-nél jár, hála jó égnek. Kovács. Gyönyörűen verte meg megint a védőjét. Ebben ő nagyon jó. Visszáll a 9 gólos magyar for. 24-15. Micsijevic. Krisznik forgolódik három ember között. Jó magyar védekezés. Szekeres irányít. Át a túloldalra a horvátok. 26-ossal bent van Maric jobb átlövőben. Lent a kép előterében önök is láthatják, hogy hogyan vezényel Kim Rasmussen. Már hosszú ideje támadnak a horvátok, de hát ha itt teszik, támadhatnak is. És megint fordulhatunk. Kliminyi, Kovács, de így is jó. Már mondtam éppen, hogy bemehetett volna, de hát Bódi onnan is gólt tud dobni, meg is köszöni a paszt. Bódi Bentele, Magyarország, 25-15. Először 10 a két csapat között. Rá is számolt a közönség a vendégegyüttesre. Debelics beállóban ezúttal Jezsics helyett. Négyessel pedig Valentina Blazsevics irányítóban. Micsijevic szinte végig a pályán, Blazsevics. De már belefújnak a szlovák játékvezetők. Na Maszkaló. Fönt a játékvezetők keze. A jobb szélső már vissza is futott. Ott el kellett lőnie Blazsevicsnek. Megtette, de belefújnak. Hát ezt el kell majd lőnie a horvát válogatottnak. Itt van a szlovák bíró. Na, hát mennyit passzolnak még. Fejbe dobják Zácsikot. Kovács nagyon szépen Szekeres vieti, hogy az első fél időben lefordulásból dobott gólt. Ott egy picit elkapkodta a paszt. De hát meg is lökték. Sacöl a képen,
De Kim Rasmussen. Klivinje most leül. Szőlősi Zácsik. Ment bal átlövőben. Ott a Görbic irányít. Sirián bent jelentkezik. Mutatja magát. Nagyon aktív ő is. Kovács. Görbic. Szőlősi Zácsik. Elsőre, mint hogyha egy picit dadogott volna a kezében a labda. Mert hogy egy pici bizonytalanság ebből jött, ami miatt fölé dobta. Na de se baj, Micsijevics, az egy jó bejátszás, Debelics kis! Nagyon jó reflexen szedte le. Hoppá, hoppá, hoppá. Az egyértelmű két perc, ketten is löpték Szőlősi Zácsikot, és akkor az ilyenkor az ember belegondol abba, hogy csak a sérült vállane bánja ezt. De hát nem is mondom tovább. Hiszen semmilyen sem fáj Szőlősi Zácsik Szandrának. Kovács a büntetővel Rezum vele szemben. Kovácson a második jó büntetője. 26-15. Eddig a horvátokkal 25 mérkőzést játszottunk, 15-ször mi nyertünk, most meg lehet, vagy hát meg lesz a 16. győzelem. Legutóbb még a 2014-es horvát-magyar közös rendezésű EB előtt játszott a két csapat két felkészülési meccset, mind a kettőt a horvátok nyerték, hát ezt biztos nem fogják, főleg így. Az a kérdés, hogy mennyi lesz a különbség 10 felül. Nagyjából az utolsó negyed óra most már erről szól, meg arról, hogy Kim Rasmussen miként forgatja a csapatát. Most Tomori a jobb átlövünk. Görbic. Tomori. A kilépő védő mögött mellett el tudott menni. Meg is köszöni a szép paszt. Tamari Zsuzsanna a harmadik gólja, ezt önök is láthatják. Ott lépett ki a falból Ekaterina Nemaszkaló, ez pedig Kim Rasmussen öröme. Blazsevic. Micsijevic szorítja ki őt Bódi, két kézzel karolva, aztán ugyanezt tette Mariccsal Szekeres. Merics megy föl, au. Hát nem mondhatni tiszta lövőhelyzetnek, azt onnan eleresztette ezt Merics. Csak becsorgott valahogy, na de se baj. 27-16. Görbic. Tomori bedönti a védőjét. Horvátok a labda. Egyből kiabálják a kispadról, hogy vissza, vissza, vissza. Lehetett hallani Szekeres Klára hangját. Kis. Hatodik jó védése. Remek formában ő is. Az Európa-bajnokság azért nem róla szólt, azt azért mondhatjuk. Tavasszal a BL-ben is remek formában Kis Éva. És ugye Kim Rasmussen korábbi válogatott keretében, most gondolok itt az EB-re, Bíró nem volt ott, de próbálja szélesíteni a válogatott keretét a dán szakember. Ugye azzal, hogy újoncot avattunk ma, illetve hát a holnapi zárkapus mérkőzésen, ezért minden bizonnyal a kimaradók is szóhoz jutnak. Ezt a keretet próbálja meg bővíteni, Sacöl pedig a góljának a számát bővítheti. Így is van. 28-16 Sacöl Nadin nagyon él ezen a mai mérkőzésen. Nem az első ilyen szemfüles labdaszerzése.
Blažević. Most Görbic játszotta volna el ugyanazt, amit az előbb Sacl, de erre most figyelt Blažević. Nem adta oda a labdát Maricsnak. Érdekes egyébként, hogy amennyire felkészülési mérkőzés ez a horvátok, annyira azért nem forgatják az övéiket, pedig 18-an is vannak. Erdősi, kapufa. Hát amit kért Kim Rasmussen, a kreatív támadójáték, az megvan. A befejezés lehetne egy picit pontosabb néha, mint a visszarendeződés, amit most például ennél a visszafutásnál is kért Rasmussen. Az, ami lényegi kulcs. Kisfaludi most bent a magyar védőfalban. Basics, Stella Posavec. Addig forgolódott, amíg mi jöhetünk. Tomori, már a túloldalt Erdősi. Tomorihoz vissza, Szőlősi Zácsik, le a szélre, Lukács, szép ejtés, iskolajáték. Szegény horvát védők úgy álltak ott, mint edzésen, amikor a támadó csapat a felfújható bábukat kerülgeti. Lukács második gólja. Basics. Kis. Sok érzelmet nehéz leolvasni Kis Éva arcáról. Biztos, hogy a meccs végén már ő is mosolyogni fog. Ez a lövés fölé ment. Dezsics-től. Görbic most pihen, az utolsó 10 perc, így valószínűleg Pálos Bognáré. Kisfaludi lejött, egy pillanatra azt hitte, hogy le akarják cserélni, közben csak utasításokat adott neki Kim Rasmussen. Most hát ő beállóban, támadásban. Tomori. Debelics fogta őt meg. Pálos Bognár teljesen kijött rá Stella Posavec, de még mielőtt tovább menne a magyar támadás, Kim Rasmussen tart egy eligazítást, amiben mi bele is hallgatunk. Hey, listen, we have a little challenge because they go 5-1, but we never trained against 5-1. So, I don't know what you usually do here, but we can work with some best prams, some line. We can work also with this, because this will be very good. We can do it in this side where we really go in. Also, sometimes we can do like this, but then the middle after pass go directly in. Okay? So West Ham keep the ball moving. Now we will have maybe room on these positions. So line player on that. Sometimes move away so we can be one against one and attack them. Okay? Just here, Bobby, go to the side, make pass, attack, go away. Okay? So, let's be, no, just sometimes simple. Okay. Gyors fordításban kihívás előtt a magyar csapat, mert hogy a magyarok, vagy hát Kim Rasmussen azt mondta, hogy nem gyakorolták az 5-1-es védekezés elleni támadást, és így, hogyha ilyen lesz a horvátoktól, akkor Veszprém figurát bevetve, az átlövőnek helyet csinálva kellene ezt megoldani. De hát csak pillanatig jöttek ki 5-1-re a horvátok. Ott volt a hatos faluk, amivel labdát is szereztek. Na, hát nem sikerült ez a támadásunk. Rasmussen néz a játékvezetőre, hogy miért nem mi jöttünk. Minden esetre a horvátok már a mi kapunk előtt. Hát azt mondom, hogy ezt az előző támadást akkor felejtsük is el. Stella Posavec érkezik a pályára. A horvátoknál most ő irányít. Keretben van Iker testvére Paula is. Basics. Ezt is fölé dobja. Grimaszt vág, hogy megtámasztották a kezét. Volt is benne valami, de hát ettől még
hadd jöjjünk már mi. Tomori átbújt az ember fölött. Nyugos kiállítás Basicsnak. Nyugos 7 méteres nekünk. Ott lökte meg Basics. Benn is volt a horvát védő. Megszabálytalan is volt. Ne is beszéljünk róla többet. Kovács Anna 2 büntetőt már értékesített a mai nap során. Ott a harmadik. Kapust cseréltek már ugye korábban a horvátok. Harmadik hálóőrjet és beveti Goran Mrdan, az érdemvédő. Zseljána Stoják kapta ezt a gólt. Stella Posavec, Paula Posavec. Testvérgól. Harminc 17. Stella Posavec első gólja. Hát ezt is fölírtuk. Ember hátrányban még a horvátok. És csak ezért fájó, hogy így kaptuk ezt a gólt. Szőlősi Zácsik, ez egy jó kilépés Paula Posavec részéről, de visszafújják, mert ott akadt egy kis technikai hiba, ami nem is annyira kicsi. Tomori, Szőlősi Zácsik, Pálos Bognár, Kisfaludi bent középen birkózik. Közben Szőlősi Zácsik úgy gondolta, hogy akkor ő egymaga lőne gólt, Erdősinek pedig ez most nem ment a szélről Stojákkal szemben. Stoják januárban igazolt Érdre, utána az Érdben Győrinek keres szalagszakadása volt. 9 mérkőzésen játszott eddig. Nem halad, leginkább dadog a horvát támadás, Stella Posavec. Pálos Bognár állította őt meg. Kis ezúttal Dezsics lövését fogta, legalábbis kiütött egy picit, rázza a kezét Kiséva, de nézzük inkább a magyar támadást már. Szőlősi Zácsik beledobja Stojákba, de jön az újabb magyar büntető majd. Tudom, kis védése, és abból megint ahogy gyorsan fordultunk, és ezúttal Szőlősi Zácsik tudott bemenni a védőfalba. Kovács Anna a negyedik jó büntetője. Kovács Anna. 5,5 perc még. 31-17. Stella Posavec, Basics. Visszajövetett ugye a kiállítás után. Pálos Bognár. És akkor fordulhatunk. Lukács szépen kivárt. 15 gólos a magyar előny. Ezúttal Tomori volt, aki megszerezte a labdát, és ebből az indulás nem pattintotta le. 32-17. Goran Mrdan kért időt. Hát horvát oldalon kell azért többet beszélni, de hallgassuk Kim Rasmussen. We hit her hard and we push her, okay? She will not look for the other side, she's too tired. So we can really push in the other side. But I want her to feel something. She, I'm tired of seeing this. Fast break, remember you go on right back, you go on the left back, okay? You go in the middle, okay? In offense, when we have it, keep the ball moving, move around, and then hit them with good speed, okay? Maybe now they're a little tight. With these, let's see if we can have a really good one where we really go. If they stay flat, shoot. We have 5 minutes left. 55 good minutes now. 5 minutes, step up. Okay, come on!
csapat. 2-3, magyarok! Magyarok! 55 percig minden jó volt. Most már a maradék 5 percben is tartsa meg ezt a válogatott. Kim Rasmussen utolsó mondatában, illetve szóval amikor a horvátok támadnak, próbálják azt az oldalt nyomni, ahol ők fáradtabbak. Támadásban pedig az átlövések, amiket látni akar. Páros Bognár szorítja kifelé Micijevicet, bent középen Dezsics tenné be a labdát a beállónak, de Belicsnek Szekeres jó védekezéssel. Le a szélre, és ott a rövidre behúzza Stella Posavec. Bocsánat, Vukojevic volt. Nem oszt, nem szoroz. 32-18, kevesebb mint 4 perc hátra. Tomori. Most egy fokkal agresszívabb volt a horvát védekezés, mint eddig. Bent Debelics lökdösi Kisfaludit. Tomori. Ellövi, bent is van. Talán erre nem számított érzésem szerint. Takarásban is volt. Kapus, de semmit sem van lehet Tomori Zsuzsanna érdemeiből. Ott lába horvátoknál, jöhetünk megint mi. Tomori. Visszább kell azért menni azzal a szabad dobással. Nem lehet azt a félpályától elvégezni. Itt van Tomori lövése még egyszer. Bepördült, hogy aztán kipördüljön. Az utolsó 3 perc következik. Tomori, Szőlősi Zácsik, Pálos Bognár. Tomori. Domján volt, aki meggyűrte egy picit a mezét. Erdősi, Pálos Bognár, Szőlősi Zácsik, Tomori. Marad nálunk. Kisfaludi előkerítette közben a labdát, és miközben mi nézhettük ezt a szabálytalanságot. Pálos Bognár. Szőlősi Zácsik, Szandra. Elvitt magával egy védőt, ezúttal Zseljen Asztolják a helyén volt. Lassan fönt lesz a játékvezető kezérzésem szerint, már régóta támadunk. Pálos Bognár, ketten birkóztak vele, marad még nálunk. Az utolsó 2 percen belül már Rasmussen magyaráz Görbicnek, a képből kilógva egy picit Siti be a másodedző. Tomori, azt is takarásban, ez most csúnyán mellé. Más kérdés, hogy Domján sokkal jobban előtte állt. Ugye a magyar válogatott a VB-selejtezőjét Szlovákia ellen június 10-én játssza a hazait, majd 4 nappal később Pozsonyban a visszavágót. Lesz majd a magyaroknak egy norvégokkal közös edzőtábora a tervek szerint a nyáron, majd aztán remélhetőleg, hogy a mi részvételünkkel zajló decemberi világbajnokság előtt a norvégiai Möbelringen kupán a norvégokkal, az oroszokkal és a koreaiakkal tervez megmérkőzni Kim Rasmussen. Ha így haladunk, akkor ez a szlovákok elleni VB-selejtező az nem lehet akadály. 34-19 közben Szőlősi Zácsik góljával. A mai mérkőzés abszolút elérte a célját, hiszen forgatta csapatát Kim Rasmussen. A védekezésre és a támadásra nem lehet panasza. De az sem biztos, hogy teljesen a horvátok nekünk a fokmérő felkészülési partnernek. Ez a horvát válogatott jelenlegi állapotában tökéletes. 20 másodperc még hátra, lehet növelni még a győzelmen. Görbic is ment, Pálos Bognár, de most már lassan, sőt, 10 másodpercen belül
Pálos Bognár sokat passzolni, nincsen már idő. Görbic, na még az utolsó lövési kísérletek egyike. Pálos Bognár le a szélre, kié lesz az utolsó szó? Erdősié, de már mutatják a játékvezetők, hogy ez a gól bizony ebben a formában nem ér. 34-19, tehát a magyar női válogatott idei első mérkőzésén Horvátország ellen a játék minden elemében jobb volt a magyar együttes. Ezt azért nem túlzás kijelenteni, sőt még lehetne ezt sokkal jobb jelzőkkel is mondani, de nem jut eszembe több. A magyar csapatból mindenki pályára lépett, avattunk ugye újoncot Sirján Szederke személyében, és azok, akik korábban az Európa-bajnokságon nem voltak ott a magyar válogatottban, de korábban alapemberek voltak, és alapemberek most is, gondolok itt például Tomorira vagy Szőlősi Zácsikra, komolyan kivették a részüket a mai 15 gólos győzelemből. Magyarország, Horvátország tehát 34-19.